De kezdjük is egy zenei témával, hiszen szeretettel köszönhetem nálunk a Harmónia Kamara Kórus karvezetőjét, Nagy Pétert. Kicsit mesélj nekünk arról, hogy mikor is alakult ez a kórus. Üdvözöllek én is téged. Ez a kórus 2000 karácsonyán alakult, 19 évvel ezelőtt. Akkor a régi városi vegyeskar tagjaiból alakult ez a kórus. Körülbelül 30 főt számlál, és azóta töretlen sikerrel haladunk előre. Én 6 éve vettem át a kórus vezetését, és gyakorlatilag próbálok a könnyedebb műfajak felé is nyitni a kóruson belül, vagy a kórus éneklésen belül, de ugyanúgy repertoáron vannak régi szerzők művei is. Ugye nagyon nagy sikerrel működik ez a zenekar, ezt talán nem említetted, vagyis kórus. Egy kicsit érdemes arról beszélni, hogy számos minősítést hoztatok el, hiszen nem csak a könnyű zenében vannak díjak, hanem a komoly zenével kapcsolatban is. Így van, számos minősítésen vagyunk túl. Legnagyobb minősítéseink a Nagykállói Kórus Fesztiválon, vagy kórus versenyen kapott aranyminősítés, gála kórus minősítés, sőt, tavaly tavasszal voltunk Horvátországban, Porecsben, ahonnan egy nemzetközi arany minősítést hozhattunk haza. És érdemes azt is elmondani talán, hogy nagyon fontos célkitűzéseitek között szerepel az, hogy a fiatalok számára magát a kamara kórus egy kicsit közelebbivé hozzátok. Mindenképpen szerepel a céljaink között. Igaz, hogy a mostani kórus felállás inkább idősebb tagokból áll, de nagyon szívesen várjuk a fiatal énekelni vágyó, énekelni tudó, esetleg még kottát olvasni is tudó fiatalokat, főleg a férfi szólamokban, mert hát abból van a legnagyobb hiány, de a hölgy szólamokban, szoprán alt szólamokban is nagyon szívesen várjuk őket. Hogy néz ki nálatok egy próba mondjuk? Hát ez igen, rendhagyóak szoktak lenni a próbák. Csütörtökönként szoktunk próbálni a Vikár Sándor zeneiskolának a Pikoli Archi termében, 6 órától 8 óráig, tehát 2 órás próba van. Ott általában, hát 6 órakor, ahogy elkezdjük a próbát, beénekléssel, az újabb műveknek a gyakorlásával, akár úgy, hogy szólamonként próbálunk, akár úgy, hogy egyben próbáljuk már az egész művet, és ennek a próbának a fél idejében általában szokott lenni egy kis, úgymond eszemiszom, amikor is az éppen aktuális névnaposokat, születésnaposokat felköszöntjük, akár énekszóval, akár egy kis eszemiszommal, és gyakorlatilag így telnek. Tehát ez egy baráti társaság is egyben, nem csak a komoly művészi teljesítményre hajtunk. És most is számos esemény áll előttetek, hiszen tavasztal a MÜPÁ-ba is mentek majd. Mik várhatóak? Így van, idén már negyedik alkalommal lesz alkalmunk a MÜPA színpadán fellépni, ami azért nem kis teljesítmény egy ilyen kis kamarakórusnak, közel 400 vagy közel 500 fős kórusnak a részeként léphetünk fel a Doknányi zenekarral, Hollerung Gábor vezényletével. A két nagy oratórikus művet fogunk előadni. Az egyik az a William Walton műve, a Belshazzar's Feast, vagyis Belshazzar lakomája, a másik pedig Beethovennek a karfantáziája. Mennyi felkészülés előzi ezt meg? Hát ezt igen sok idő a felkészülés. Igazából ez úgy zajlik, hogy a kórusanyagot, tehát a kóruskottát és egy ilyen segédanyagot megkapunk előre. Ezt körülbelül így december környékén megkapjuk. A kórusok a saját részüket megtanulják, és akkor van a koncert előtt körülbelül 2 héttel egy ilyen intenzív próbaidőszak. Az azt jelenti, hogy egy hétvégét szánunk erre a kórus felkészülésre, és gyakorlatilag egy hétvége alatt hát elég sokat próbálunk, tehát ilyen napi 9 óra próbával jár ez, és akkor rakjuk össze a kórus részét, és a közvetlenül a koncert előtt pedig a zenekarral is összepróbáljuk, és gyakorlatilag mehet a MÜPA színpadára. Karvezetőként milyen érzés számodra, amikor fiatal tehetségeket fedeztek fel? Hát nekem ez mindig nagy élmény,
mert hogy ugye én tanítok is, zongorát és szolfést tanítok a Szent Imre katolikus gimnáziumban és általános iskolában, és hát azért ott tehát kontaktusba kerülök olyan fiatal tehetségekkel is, akiknek a boldogulása, a zenei érzéke, a zenei előmenetele nagyon-nagyon fontos számomra. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Még egyszer mondjuk el azt, hogy aki kedvet kapott a kórusban való részvételhez, a csatlakozáshoz, hol kereshet meg benneteket? A Vikár Sándor zeneiskolában megtalálnak minket csütörtök este 6 órától 8 óráig. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.